Csinálok ennyit. Jó. Csinálják közben a háttérbe? Miközben én sétálok? Igen, jó. Elmúlt a vitamin hatása, de ugyanúgy a sprinttel lassulok. Én most nagyon belassultam. Valamit kéne. Nem, mert a kontrollt megnyomom, akkor látjátok, akkor legugol. Vagy hát így lopakszik. Nem javítja meg ezt se. Tehát az ugrás se, a shift se, semmi. Az alt se. Ez valami bug. Ó, de egy hiteltelek. Jó. Ha beleklikkelek a szádba... Hát de ha én beleklikkelek a te szádba, Bovi, akkor miért lesz az jó? Szia, gyöp. A kiskaszásjel az csak annyit jelent, hogy nem olyan rég meghaltam egyszer. Az majd lassan el fog tűnni. Ezt a kaját is megszem. Na, így mászunk föl. De itt ugye most a zombi is följöhet, úgyhogy ezeket majd vissza fogom szedni, amikor itt vagyunk fönt. Igen, meghaltam, de már jobban vagyok. Meg volt az első halálom, még az achievement is fölpoppolt, hogy meghaltam. Akkor viszont itt nagyon nem rakok le több blokkot, mert igazából ezt föl fogjuk szedni, és akkor nem tudnak följönni ide a zombik. A hetedik nap változik a kereskedőnek is. Jó, hát előtte majd visszamehetünk a kereskedőhöz, de annyira nagyon sok pénzünk nincsen. Tehát nálam 200 pénz van, én sajnos eléggé elhasználgattam őket. Perkem nincsen. Komolyan este lesz, mire odaérek. Mennyire vagy? Ó, oda se érek, várja. Valamit el kéne dobnom. Ó, pazd meg, megvan a gomba, mi a toggle aktív, meg inaktív. Ó, az a kompassz jel. Az mutatta, hogy mutatja aktívan, vagy nem mutatja. Ahol kilogolok, srácok, ott logolok vissza. Tehát pontosan ott logol be, ahol előtte itt hagyom a karaktert? Igen, igen, csak az achievement miatt haltam meg, persze. Még hatszor kell meghalnod, és kapsz még egy acsit. Én vagyok a host, azért nem logolok most csak úgy ki. Jó, mindjárt hazaérek, és kilogolhatunk, csak annyira lassú a karakterem. Hát, nekem mondod? Hát én nem tudok sprintelni jelenleg, úgyhogy azért nem is megyek nagyon messzire innen a bázistól, itt vágok fát. Hát én még a bázisihoz rohanok, tehát még... Oké, már minden fából kaphatok mézet, úgyhogy én most fát fogok vágni, mert most vágtam ezt a fát, és kaptam egy mézet, random. Úgyhogy megoldva ez a probléma. Haj már, meg hát nem igaz. Így is szarul megyek, hát még és bonyolítja itt a életemet. Hú, te elment melletted. Megvan. Legjobbkor jött ez a képesség. Szerintem ez már megvolt nekem, csak nem vettem észre, amikor megkaptuk, és már üthettem volna simán is a fát. Ugye azt mondtátok, hogy valamit kellett ahhoz lootolni, vagy tanulni, hogy meglegyen, csak nem vettük észre, hogy már megvan. Mi? Az, hogy a sima faütésre is már kaphatok mézet. Ja. Mert azt mondták, hogy ez nem alap, hanem az valami után jött.
Két méz, ez már igazából 10%-nyi mi az, biohazard fertőzés. Jó, azért olyan, maig egyet kaptam, pont akartam mondani, hogy azért olyan sűrűn nem kapok, de ez már több, mint amit előtte valaha találtam. Aha. Ura, kérdése, már látom a bárt, legalább. Mhm. Hát még van időt, 22 óráig. Jó, csak ennyire rohadt lassú vagyok, gondolom túlterhelt, de már mindent kidobtam, ami olyan. Ezt nem dobhatom már ki. És persze a méz az kaja is. Hát azt mondjuk igen, nem arra használnám, hogy nem étkezésre, hanem csak a leszedésre. Figyelj, a pipe shotgunomon kívül mindenem már level 5-ös, mármint minden eszközöm. Az tök jó. Nem egy, amit tőled kaptam. Azt mondják, ez egy ismert bug, ha eltöröd a lábad, az megjavítja. Ó, de jó. Most konkrétan villámlik? Mhm. Uh-huh. Fölöttem süt a nap. Hát... És? Oké. Okay. Valami problémád van ezzel? Teljesen normális, tudod. Jön a vérhold, azért van ez. Hazaértem! Gyorsan pakolj ki, és akkor gyere. Úgy pakolok, azt hoz magaddal, ami így a túlélésünkhöz fog kelleni. Mennyivel jobb! Ki tudja hány óra, amíg innen odáig elsétálok ezzel a tempóval, úgyhogy már elindulok. Neked elhozom a pipe shotgunt. Mert ne hozd el, 4-esen van. Ja? Jó, akkor csak kirakom. Ha ammó volt, akkor az jó, de egyébként maga a shotim az már 4-es. Aha, lehet, hogy akkor végül is igaza van a sekónak, amikor leugrottam a tetőről, akkor igazából mintha eltört volna a lábam, de nem adta be az effektet, tehát nem tud elmúlni, de amúgy eltört. Jó, hát így igazából azóta nem találtam újabb izét. Jó, mézet. Akkor kicsit kilépjek, újra akartad indítani. Nem kell, most akkor igazából maradjunk így. Azt mondják, mivel van nálam splint, ugorjak, letörjem el a lábam. Hát ha onnan föntről leugrok, akkor talán eltöri a lábam. Nem. Ennél magasabbról kell leugrani. A narancssárga kaszás, azt gondolom, egy idő után eltűnik. Ha onnan ugrok le, onnan talán eltörik a lábam. A kaszás eltűnik egy idő után. Uh-huh. Nekem legalábbis eltűnt. Jó van, itt hagyom, az összes hús benyomtam. Jó, ez itt elég addig. És na, jövök. Most eltört a lábam. You cannot use that at this time. Hova kell jönnöm? Ja, látom. Na, jó, hát akkor most 8 percig törött lábbal, de törött lábbal is gyorsabban szaladok, mint előbb normális lábbal. De amúgy nem tudom használni azt a gipszet. Nekem... Ja, hogy nulla itókám, az nagyon jó. Aha, nincs vizet, gondolom. Ott a sima splint az inventory-ba. Ez... You cannot use that at this time. Ugyanazt írja, de hát ez ugyanazt csinálja. Heals a broken armor leg quickly. Nem tudom use-olni. Voltam itt a
Gas station. Hogy te ide van, bata, ta, ita. itt van, gyere hozzám, és itt van a följáró. Ha most ilyen Minecraft nyelven kérdezted a feljáró hollétét. Nem, hanem a innivalót kérdeztem, mert nulla vizem van konkrétan. Hát mit tudom én, mi a gas stationben gondolod, hogy van itóka? Ott nem tudsz följönni. Miért nem tudok? Följöttem. Várjál, ott akkor... Én itt szoktam följönni. Az baj, várjál, mert akkor ott maguktól föl tudnak ők is. Hát ide szoktad rakni a... izét. Csak levetted, hogy föl tudjunk jönni. És belém köt! Szomjazom és belém köt! Nincs vized, vagy pisis víz, vagy bármi? Nincs. Meg kéne halnom. Ha leesek, meghalok. Reméljük, ezen nem ütik át magukat. Nuku stamina, ez így nekem nagyon jó lesz. Nuku víz nélkül majd így... Az meg nem hoztam magam a clay-t. Hát, így járta. Akkor ezt... Destroyed Stone. Az mi a tököm? Aha. Hát ennek aztán nagyon sok értelme van. Tessék, ezt neked adom. Igen, ez lesz a hetedik nap vége, bizonyám. Ja, hogy a törés az piros csont lenne. Tehát igazából nem is sikerült, még csak arra se voltam jó, hogy eltörjem a lábam. Csak kificamítottam a bokám. Ez csak fa, ezt el fogják törni rögtön? Hát várjál. Van egy jobb ötletem akkor. Ha lebontom azt a részt, ahol pihe is föl szokott jönni, akkor ők se tudnak följönni. Nem? Tehát, hogyha most már ott nincs fölugrálási lehetőség. És ezt miért adtad nekem, ezt a gyönyörű, értelmes dolgot? Ezt elrakom be. A villám belénk csaphat. Csak hogy tudjam, mibe halok meg. Ott, onnan már remélhetőleg nem tudnak följönni, nem? Ha én nem tudok felugrani, akkor ők se. Tehát, hogy itt most akkor csuma biztonságban vagyunk. Nekem még mindig megy lefele a életem. Nem, hogy nekem is, de nem tudom mitől. De nekem már csak 6 életem van, úgyhogy... Beléd csapott a villám. Az vicces lenne. Mindegy, de ha meghalok, akkor legalább még 10 előtt. Úgyhogy csapjon belém akkor. Még akár jó is lehet. 4 az életem. Kerek. Te meghalsz, mielőtt elkezdődne ez a valami. Igen. Ezt kérdem, ha most leesek és előbb meghalok, az nem jobb? Nem tudom, de figyelj. Nincs vizem, ételem, szerintem az a kínja. Egyél már ilyet, vagy csinálj már valamit.
Itt egy tojás. Itt vannak magok. Bugyó. Itt van két pisavíz. Ilyen izéid van. Hát én készültem. Hát jó, a hús nekem is ott van, sül még. De mire haza van értem? Ilyen, ez mit ad? Damage mitigation, ez water-t levesz, az nem jó. Painkiller kell. Tessék, azt is dobok ki egyet. Van nálam egyébként jó, méz. Ültetek, várjál, mert közben meg ültet a karakterem. Előbb kérdeztem, van-e pisis vized? Akkor nem volt. Mindjárt jobban van a karakterem. Köszi! Nincs mit. Mi az, hogy elvitt mindent előled? Én fölkészültem a csatára! Megszoktam, hogy mindent elvisz, azért nincs semmim. Már elengedem. De én nem dodoc vagyok. Ó, vastabidá! Tessék, azt is föl-upgrade-eltem, jó, cementünk nincs. Az a védelmi vonal, ez a legkeményebb, ami itt van. Állok erre, hát ha kevésbé ráz meg áram. Ne kérdezzétek, ennek mi értelme van, de tök jó. Milyen vörös minden. Kezdek félni. Hát Blood Moon vagy mi. Aha. Tettem ide egy nagyon szép valamit. De figyelj, az a 8 perc, az milyen 8 perc? Tehát ez folyamatosan egyre 8 perc? Már rég eltelt az a 8 perc az a bokaficamra. Ez síremlék lesz? Amúgy tudok világítani én is a fejemmel. Na jó, én legugolok. 22 óra. Miért kukosz lehet, még várunk. Fasz, már hallom, hogy itt izé csörömpölnek alattunk. Aha. Most nem látom. Szerintem oldalon van. Szerintem nem fogjuk látni, hogy ki ellen harcolunk. Ja, nem vagyok én se. Biztos benne, hogy látom. Az biztos, hogyha előbb van zombit láttam, ha van valahol útvonal, tudom. Ahol föl tudnak jönni, ott föl fognak jönni. Azt gondolom. Jó, alattunk már itt vannak, igen. Az igen. Tehát látom, ott próbálna följönni, de nem tud. Szerintem ezt ezzel mi most kidzsúkoltuk. Ne kiabáld, de hajnali 4 még messze van. Hát csak nem bontják le az egész izét. Benzinkutat. Ja, hogyha ugrálok vagy csinálok valamit, akkor... Aha. De amúgy ez összesen ennyi? Mert ez kb. Így 2 zombi lent, nem? Az a baj, hogy nem látunk le, de biztos, hogy alattunk ott vannak, tehát... Ott egy kutyát látok, ott messzebb. Aha, látom. Nem az őz. Mi az egy a őz, kutyát? Igen. Őz. Aha, de ott is van őz. Egy. De hogy ezek nem tűnnek durvább zombinak, mint... Nem, azt hittem ennél rosszabb. Várjál, de kiabáljuk el, mert tuti, akkor jön minden. Hallod, amilyen szerencsénk van, figyelni, hogy az lesz, hogy pont alattad lévő blokkot kiütik, és így leesel, és utána jó, meg összetépnek. Jó, hát 100%, de figyelj, csak róla beszél! Volt már olyan hordám későbbi, ami egy teljes tűzoltóságot tüntetett el.
az mondjuk durva. Nyilván az első, tehát hogy gondolom ez folyamatosan nehezedik, és az első horda a legkönnyebb. Egyet megöltem. Amúgy én is tudok lövöldözni. Jó, csak eddig nem is láttam, most látom legalább. Jó, hát csak nyillal lövök, mert nem pazarlok. Ja, hát persze. Váltottam arra? Jó. Aha. Na itt azért már buli van, itt azért elég sokan akarnak följönni. Ha. Indul a buli! Aha, és itt szét is ütöttek egy blokkot. Erre fel vagyok. Ha leessek, akkor hülyét kapok, de az oké. Halljál már meg! Aha, azokat a blokkokat ütik, amiket tettem le. De a kerítést is! Hát ne be akarnak jönni. Ne bejött az egyik, és visszament még ütni. Hát mert hülye, hát zombi. Halljál már meg. Hát meg gondolom annyit érzékel most az AI, hogy mi fönt vagyunk, azt így próbál szétütni mindent. Jaj, ezt alattam nem... Ha? Nem. Amúgy én egyébként adom, hogy utána meg kitalálni egy olyan layoutot, ami ilyen hordaváró. Uh-huh. Opa. Egyetlen egy bajom van, Pihe. Hogy ezek nem fognak eltűnni? Tehát attól még, hogy reggel lesz, ezek ugyanúgy itt lesznek, nem? Hát majd kiderül. Hát de reggel már meg tudjuk ölni őket. Várhatunk addig is. Már nem úgy, tehát most is ölögetjük őket, csak hogy... Szerintem mindenképpen le kell majd mennünk hozzájuk. Nem baj az, de reggelt várjuk meg, mert addig szerintem jönni fog folyamat utána. Nekem vége a zenének. Nekem ja, még nem. Visszajött, semmi. Hatalmas károkat egyébként nem okozok ezzel az íjjal, én úgy gondolom. Mondjuk nálad legalább van ötös. Uh-huh. Ugye, hogy mindent elveszek előled, azt is például megkaptad. Hát igen, de egyébként látod, most például íjazok, tehát akár az is lehetne nálam. Azok egymással harcolnak. Van is a nyílhoz, csak most nem akarom pazarolni, addig, amíg nem muszáj. Én már azt is előttem. Én nem pazarlok, amíg... addig a csicska ölég. Ja, hogy már csak ennyi íjam van. Aha. Vagy nyilván. Én gyártottam idefele jövet 60-at a kőből. Én is. Nekem annyi volt. Még azért van, csak már figyelnem kell. Hát amikor viszont olyan... Tehát, hogy... És azon gondolkodom, hogy ha ugye elérhetnének minket, tehát mondjuk olyan épületen lennénk, ami nem amit mi építünk, akkor ott meg ugye arra kell figyelni, hogy mondjuk ne falat üssenek, vagy ha ütnek is falat, akkor amíg azt ütik, addig te lövöldözöd őket, majd utána esetleg javítasz közben. Én nagyon élem a nyilat, úgyhogy... Van olyan, amikor annyira egyhitelek, hogyha jól találom el. Imádom. Azok egyébként a zombik valami lootot dobtak? Tehát azok, amik ott vannak a földön. Szerintem igen.
De most nem megyek le megnézni mi az, ha nem haragszol. Mert ráérünk még. Most teljesen alattunk van, azért nem látok rá. Ugye azok a nyílvesszők? Lehet, hogy azok nyílvesszők. Megijesztettél! Azt hittem följött egy mögüllem. Lehet nyílvessző, mert van, amelyikből tudok néha visszaszenni. Arra nem gondoltam. Igazatok van. Az a jó, hogy mivel hiába nincs staminám, de íjjal azzal nagyon élem, hogy lehet. Ilyenkor is. Igen, most bontotta le a blokkot. A barna zacsik azok nyílvesszők, mert az az... Tényleg az ilyen zombi loot az egy ilyen sárga nagy táska szokott lenni. A rossz most fogyott el. Jó. Úgy röhögnék egyébként, hogyha valamelyikünk alul pont kiütnének olyan tájt, ami miatt összeesünk. Ne, mindjárt kiütöm alollat, ne mondd ki ilyet, mert tuti én leszek az. A franc volt. Ó, várjál! Mit várjak? Azt messzebb akartam dobni. Ja, van három molotov koktélom amúgy. Jó. Ó! Hogy én tudok ilyet? Jó, ezt a tűz az szerintem fog terjedni fölfele is. Elbut. Elbut, jó. Úgy rögtem volna veszek, hogyha... Fölgyújtod a... Fölgyújtod a... Tehát, hogy jelzem, egy benzinkút tetején vagyunk. Én bombát dobálok, te meg molotov koktélt. Amúgy nem sokat ér ez a szar, ahogy látom. Hát csak egy molotovom van. Én eldobáltam, ennek pont semmi értelmét nem láttam. Ha legalább látok, na. Nem tudom egyébként, hogy ezt a hordát, ezt mondjuk, hogyha lent vagyunk, akkor megöltük-e volna. Nem tűnik annyira durvának. Na ez az első szerintem csak azért, nem? Lehet. Ha? Hajnali 4-ig lesz. Kifagyok a nyílból. Benne robbantsuk magunk alatt az épületet, igenis, itt tudod, így kiütnénk a falat, és a fölötte lévő tető leesik, és azzal együtt mi is. Én attól féltem, azért vettem elő, mondom, tuti kigyújtom magunkat. Szinte még bőven vannak amúgy alattunk. Vannak, csak nem látom. Jó, ugye 10 000 HP-ja van a tetőnek is. Ja, jó. Azt én nem tesztelem, milyen lenne. Olyan kemény a horda, hogy Avidnak megáll a púzis. Igen, ugye eléri a púzisom a nullá. Na ezt jó is, hogy mondod, most egy kis tofifivel lehet, hogy följebb viszem. Hát mert nem Avid, hanem a én púzisomat kéne nézni. Annyi nem ilyen nyugodt általában. Miért? Mert. Illetve ezt az elsőt, ezt azért szerintem cheateltük. Ó, van Robin. Ezek amúgy egymást is ütik.
itt elugrott. Nyitok egy frisset. Az előzőnek vége lett. Jó, tudod mit? Sima faházat se szedik szét első hordakor. Hát na jó, de most itt azért például azokat a blokkokat, amiket én raktam le, azt szétkaptam, mint Floki a lábtörlőt. Tényleg a falat ütik amúgy, mert itt a kis lukon belátok és lövök párat. Uh-huh. Figyelj, én kettes mesterséf vagyok már. Ami azt jelenti, akkor hogy 60... meg vizet adhatsz. Hogy 60%-kal gyorsabban főzök. És több nekem kaját. Még nem adott, sárga tatyó. Ha megmarad reggelig enyém. Jó. Na szerintem el fog tűnni. Nem szabad megrágni viszlát. Micsodát? Miről beszél, mókás? Valamit megrág. Mi? Meg tofifit eszek, mit csinálják? Nyeljem le egybe? Ja. A szopogatni kell. Tudod, mint szopogassá. Kinek van annyi ideje? Jelen pillanatban nekünk még egy óránk. Nem látod? 2:56. Aján. Tényleg a fart izélik amúgy, mert itt folyamatban ölöm őket. Mhm. Kis lukom, néha belátok. Rossz az, aki rosszra gondol? Most... Azon gondolkodok, hogy így ahogy hátulról nézlek téged, teljesen új értelmet nyer a ribancrendszám. Az is dobott egy sárga tatyót. Én miért nem kaptam ide egy ilyen tatyókat? Én is csak 2-3-szor. Nem sűrűm. Mondjuk tudod, hogy csoda, hogy tud lőni. Mégként igen, gondolj bele minden egyes alkalommal, amikor elengedi a húrt, akkor egy csöcsébe elakadna. Ilyen IRL tapasztalatát hallhattuk. Ennyi? Ilyen nyelítően, ments meg uram minket. Amúgy már jó lesz a vége, mert kifagyok. 11 nyilam maradt. És ez a turbós nyilam. Nekem 2. A simában már rég elfogyott. Okay. Szerintem vége. Lemenjek. Lemegyek én, hogyha akarod. Figyelj, nézd csak először ide, így. Ja. Hát ez easy volt. És tudod, még és még most jönne az utolsó vév. Igen, ott ez volt a gondolatom. Olyan kemények vagyunk, a Blood Moon alatt is lent flowfrálunk. Szívrohamot kapok, ha most megjön. Itt van a levegőben egy nyilam. Na várj, azt visszaszedem. Nekem víz itt, kell azonnal. De amúgy itt nem is nagyon csináltak semmit. Már mint hogy még csak... A falat ütötték. Hát oké, de hogy itt így... Ha belecsapok, megnézem mennyire. Á, 5000-ről 3200-re vitték le. Akkor ez nem volt vészes. A másikat alig. Hú, ez a nyilam itt van. Jó, a kerítést azt szétkapták, de... Epertős Csiga, köszi szépen! Hmm.
Na, achievement semmi? Na. Nem tudom, de ha olyan gyorsan csinálsz mindent, vizet, víz lebegjen a szemed előtt. Hát pisi egy üvegbe, és akkor azt megcsinálom. Ja, mondjuk itt van nem messze a trader, majd veszek tőle valamit. Én amondó vagyok. Szedjük magunkhoz azokat a cuccokat az inventoriba, amiről úgy gondoljuk, hogy hasznos, és keresünk egy újabb bázist. Mármint, hogy így költözzünk. Jó, de akkor meg kell menni a traderhez, mert nincs vízem. Opa. És konkrétan nullas láminám van. Aha. És nem jó vissza. Jó. Ezért nem ad semmit. Micsoda? Ahol, hogy túléltük. Hát nem. Legalább egy parcsit. Igen. Az ajándékot tudod mi? Élhetsz. Mindjárt haza sétálok. Már bejáratnál vagyok mindjárt. Uh-huh. Megjöttem. Na. Oh. Egyik vizedet le is nyújtam. Jó. Meg tudok moccanni. A húsit kivetted? Igen, mint van a táskámban. A felét azért kérem. Egészet odaadom, ha gondolom. Nem fogunk tudni olyan borzasztó sok mindent elvinni amúgy. Tudom. Jó sok olyan cuccunk van. Ja, várjál, a nyers húst azt nem kéne, mert azt meg akkor süssen meg éljen. Ötös stackekbe lehet, azt hiszem, és azért raktam ki. Ja. De várj, visszaadom a kettőt. A nem, nem tudja ütötte. Egyébként. Tehát, hogy négy van nálam azzal együtt összesen. Igen, azért kezdtem el oda gyűjteni. Ó, pár küldi után a kereskedő ad olyan küldit, hogy menj el a kövi városba. Ó, akkor viszont még maradjunk itt. Ó, teljesen jó. Nem jön ki a... Na, ez fogat mosni. Nem a fogamból, a dobozból. De miért van nálam soti töltény? De azért figyelj már! Pár küldit azért már bőven csináltunk, nem? Persze. Tehát, hogy akkor mennyi az a pár? Mert az viszont elég sok. Hányat csinálhattunk meg? Hatot? Hetet? Mert mondjuk, hogyha amúgy is elküld új helyre... Annyit biztos, mert kettesével vesszük föl, úgyhogy... 8 vagy 10. Oké, oké. Figyelj, én benne vagyok abban, hogy akkor maradunk. Csak akkor... Kicsit racionalizáljuk a dolgainkat. Uh-huh. A vér az mire jó? Figyelj, kirakom. A plafonon lévő láda legyen az, ahova azt rakod, ami szerinted nem kell nekünk, jó? Akkor a húsit miért raktad ki? Mert a szar hús. Az égett hús. Jó, én legelőször csinálok nyilvesszőt. Nálad van a fa, kő, minden, mi? Uh-huh. Gondoltam. Igen, mert azt már magamhoz vettem, hogy használnám. Jó, hát szerintem egyelőre mihez kell? Várjál, akkor kidobom. Hát csinálsz nekem nyilat. Fa, kő. Három darab kő van nálam összesen, de abból nem mész messzire. Meg toll a harmadik. Posztapokaliptikus időben nincs szarkaja. Ez mondjuk igaz. Toll. Toll? Toll. Tessék. Toll. Köszi. Na. Szerintem... Még egyelőre az ilyen, hát ezeknek, de bow, crossbow part. Tehát, hogy még jelenleg ezeknek szerintem nincs értéke. Később lehet, hogy lesz, de akkor legfeljebb majd visszajövünk ide érte. Mm. Én egyelőre még ezeket így itt hagynám.
Jó, meg kidobom még amikor, ami nálam van, hogy tud, hogy mi van itt. Mert ez nekem tud, innen kell. Így. 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 Na, és akkor válogass, aztán én utána cipelek. Mi? De most ezt. Mi csináltál ide? Ami nálam még volt. Ja. Válogass rá, aztán figyelj, majd mondod, chat, ha valami olyasmit rakok ki ide, ami szerintetek őrült nagy fasság, hogy kirakom meg kell, akkor szóljatok, jó? Teszel egy markert a házra, és vissza tudtok jönni. Így van, így van. Uh-huh. Azt viszont még sose raktam térképre, mindjárt megnézem, hogy kell. A lockpicknek biztos van értelme, mondjuk a cooking potot majd visszük magunkkal. Blood bag. Meg a izét kell... Na hagyjad már, hát ez mi? A tűzhelyről a három cuccunkat. Igen, igen, igen. Azt itt ne felejtsük, az a legfontosabb. Hát ez steel spear part. Rúgó. Hát az is elég sok mindenhez kell, de olyat még úgyse tudunk csinálni. Ez. Ez mondjuk a pocket modhoz kell, az oké. Okay. Robotics part, az szerintem nem. A papírból mit lehet csinálni? Mondjuk a papírból lehet cigarettát, vagy shotgun ammót. Mondjuk akkor a papír az pont kell. Nitrát. Az biztos kell, mert... Nitrát, az meg a gunpowder, tehát az se ártana a mechanical part, iron. Handgun part szerintem nem kell. Engine az nyilván majd gondolom a kocsihoz. Most egyelőre én az ilyen cobblestone, mit tudom én, coal, meg a clay, én azokat lehet, hogy kiraknám. De mondom cset, tehát hogyha valami olyat rakok ki, akkor szóljatok. Oké, én meg egyelőre még csak átnézem a ládáinkat. Most az egyik ládát már kiürítettem, a bal oldalit. Crossbow part nem kell. Ezt már azt mondta Pihe, hogy neki se kell. Itt van cement. Gunpowder. Itt van headlight. Na, a headlight az például kell majd a konyhába. Most egyelőre kirakom. Ez pocket ammo, cooler, mining helmet, dew collector. Ezekhez mind asztal kellene. Lead, leather, macsete nem kell. Shotgun partot azt elhozom, mert az nekem kellhet. Szög. Jó van, majd a szöget is adjuk. Egyelőre így jó. Jó, figyelj, a baloldali... Figyelj, a baloldali ládához ne nyúj. Az a láda, mármint a lenti baloldali, ami konkrétan rajtam lesz az összes item. Jó. Jó, csak mert most akkor ezt magamhoz vettem még, és akkor megnézem, hogy ebből mit kell kirakni. Jó, én még föntről csak gyorsan kiszedem, ami kell. Ott találtál valamit, ami neked kell? Mhm. Jó. Jó, pakolj, aztán majd még akkor utána pakolok. 7 naponta reszetelődik a loot, tehát ami most például a mostani helyünkön, itt lehet, hogy minden repoppolt. De az holnap akkor, nem? Nem tudom. Ja, a 8. nap, akkor semmi. Igen, 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 értem. Amíg befejezed, uh-huh. Elrohanok itt az egyik ládához. Crafting. Hát ebben a mailboxban semmi sincs. Ebben se. De akkor nem minden loot szerintem. Uh-huh. Vagy még nem. Mhm. Uh-huh.
Ez például car lead battery. Ez a 4x4-es track, az majd kell a trackhoz. Az a motorcycle egyébként vadul néz ki, azt tetszik. Kiraktam a tollat. Bicikli darabkát, ez shotgun part, itt van a kő meg a fa. Jó, figyelj, én így tele vagyok, és ebbe a baloldali ládába viszont még rocket launcher az mondjuk pont nem kell. Abból szedjek ki mindent? Igen, amiben most én még egyelőre belenézegetek, abba olyan van, amit elhozhatunk magunkkal. Uh-huh. És akkor nálam most így tele van az inventory. Annyira kell figyelni, hogy ugye a tűzhelyet még el kell hoznunk. Jó, abból kiveszem akkor a 3 itemet. Mire oda kerültök, simán találtok jobb aksit. Ó, oké. Egyrészt, másrészt meg akkor igazából azt mondtuk. Jó, na várjál. Ez egy üres láda. Kivettem a fazekat. De azt mondtuk, hogy még itt questelünk, úgyhogy fasz vagyok, nem megyünk még úgyse tovább. Nekem még van egy sorom, de nem volt azokban, amit néztem. Na, viszont ez azért fontos most, mert akkor úgy kellene innentől kezdve kipakolni, hogy az én ágyam melletti láda, tehát a jobb oldali láda, én abban most kirakok mindent, amit később majd viszünk tovább magunkkal. És, uh-huh. ezt a részt akkor ne vegyítsük azokkal a lootokkal, amit hozunk haza. Max, hogyha így risztekkelsz, tudod, hogy csak azokat rakod be, ami amúgy is van benne. Hogy került hozzám egy kerék? Na mindegy, ezt nem feltétlen akartam. Kaját nem akarod vinni ebből? Melyik kaját? Hát például a cornmeal vízvel vegyítve, abból lehet ugye kaját csinálni. Kimondod a varázsszót. Vízzel vegyítve, tehát ahhoz még víz is kell. De nem tudod, hova megyünk. Hát most egyelőre még ebbe a városba fogunk maradni, mert a Chelsea úgyis ugyanide küld. Ja. Jó, igen. Na várj, akkor bejelölöm ezt a térképen, ezt a helyet. De nem kell, mert az ágyad ide mutat. Jó, majd a következőnél. Annyi, hogy akkor én futok egy kört, hogy fölveszek egy questet a csajtól, mert nekem nincs aktív questem, azt szerintem az jó. A fetch az a te quested, nem? Igen. Akkor viszont én is mindent kirakok ide, ennyi a bal vagy oldali. Tudod, mit csináljuk meg, úgyis visszamegyünk utána. Mi? Hát, hogy menjünk a questethez. Jó, de ez a bal oldali, akkor az én a lábam. Tiéd a bal oldali, és akkor ha szemetelni akarunk, akkor a falon lévőbe szemetelünk. Igen. Király. Megbeszéltük. A falon lévőből majd, ha tényleg megyünk tovább, Max, és van helyem, akkor veszek uh-huh. ki belőle. Hát vagy rakunk le majd még ládát. Ja. Ja, hogy a kilútolt napokhoz képest, tehát, hogy amiket először lootoltunk, azok poppolhattak vissza. Ja. Jó, hát ebből a szempontból mindegy, mert itt nagyon ebbe a városba, ha csak nem quest miatt reszetelődik egy ház, úgy fogunk lootolni. Uh-huh. Inkább csak akkor az, hogy questeket csináljunk, hogy küldjön el minket új helyre. Jó, igen, van-e valami olyan fontos tippetek, amit szívesen mondanátok? Például, hogyha már van wrenchünk, mi az, amit mindenféleképpen szedegessünk wrenchel, mert fontos lootot ad? Nem, a legfontosabb kérdés, hogy legyen több vízünk. Igen, vízünk meg kajánk. Igazából szerintem csak annyi, hogy minden fost meg kell lenni, nem? A kajával még azért meg szoktunk lenni, mert azért találunk, de a víz az, nekem az szokott lenni ilyen. Merre vagy? Ja, futsz. Rosszabb. Nyitom. Csak a semmi nem nuku. Amíg nincs bázis, addig semmi. Vízgyűjtőt uh-huh. én már tudnék csinálni, csak nincs hozzá filterünk. Vödörre lehet hordani a folyóból vizet. Jó, hát akkor az első és legfontosabb olyan helyre reszetelted? Olyan helyre uh-huh. fogunk bázist építeni, ahol van víz. Pont. Ah, oké. Okay. Jó napot! Megjöttünk! Pisis vizem már van legalább. Az jó. Ez nekem is.
ebből is tudok majd kaját csinálni, már láttam. Annyi, hogyha ha kaja receptet, tehát hogyha kajás könyvet találsz, akkor azt viszont olvasom én, mert én már raktam a mesterséfre. Hát és akkor... az a, jó sok olyat olvastam én már. Az nem baj. Én is folyamatosan. Most például a pumpkin pie-t tanultam meg. Meg a tököm tudja mit. Én megyek akkor le. Csidulja. Keressetek végre egy folyót. Hát jó, majd akkor keressük meg a folyót, hogyha elküld innen a csajszi, a trader, és akkor már olyan helyre. Mondjuk a bázist egyébként lehet úgy keresni majd. Ezt nagyon imádom, ezt az egyhitelős módszert. Na gyere! Tudom, hogy itt vagy. Megvan a loot, amit kellett lootolni. Jó. Fönt semmi. Ebből. Spear Hunter! Ezt nem olvasom be, mert ez neked kell. Remélem téged basztat. Nem. De? Akkor fölöttem van. Oh. Electrical part, wiring. Oh. Nem itt fölöttem vannak, jó. Ja, meg kiraktam a tölt... Jó. Lent van amúgy majd a quest item. Jó. Csináltatok egy biciklit a másodáshoz. Én még nem tudunk biciklit csinálni, mert nincsen hozzá valamelyik darabkánk. Ó, scrap helmet 5-ös. Te már megtanultad a izét? Felszedted a quest itemet? Még nem. Ja nem, mert fönt vagy. Ugye? Fönt az emeleten. Oké, csinálj csak. Ó, ezt viszont én tudom, ezt neked dobom ki. Jó, én nekem a quest item az megvan. Mindjárt. Még egy ajtón maradt. Jó. Hallak! Na gyere! És akkor mehetünk vissza. Új, hogy ez fölakasztotta magát. Hehe. Bocsi, popon lőttelek. Na jó, szúrtalak. Hunter Zurnál. Na, van itt valami? Ez a spear. Ó, itt van az a safe, ami lokkolva van. Uh-huh. Ahhoz nem találtunk még olyat, amivel kinyitjuk? Most nincs nálam. Akkor... nem ütöm szét sok. Jó, hát valami 5000 HP-s, igen. 2005, de szaladok, nagyon kicsiket ütök vissza. Jó, le kell mennem pincébe? Pincébe, és az ilyen, hát én nem tudom, ilyen kohószerűségben van, tudod. Ja, tudom. Ott van egy kerék a biciklihez. Oké, nem azt mondtam, hogy kerekünk nincsen, azt mondtam, hogy nincsen hozzá minden darabkánk. Ami nekünk hiányzik egyébként jelenleg, az a kormánykerék. Mert kerekünk van, vázunk van, izé nincsen. Megvan. Igen, itt van. Szerintem megint most hagytad itt fönt azt a ládát, amit mondta. Aha. Itt van, ahol volt a quest item, itt a polcnak nagyon fönt a tetején szokott egy láda lenni, amit szét kell verni. Uh-huh. De alig látni, de megvan. Nem, mintha értelmes dolog lett volna benne, de... Jó. Jövök.
trader felé menti? Igen, csak közben bejöttem a police departmentbe, mert azt még sose lootoltuk, aztán az hármas. Jó. Tactical, homemade, jó, az csak el ne olvassam véletlenül a Hunter Spirit, ami a tied. Meg ezt ne olvassam el, ez a tied, de nekem ez megvan. Uh-huh. Ezt nem tudom eddig miért nem lootoltuk, egész jónak tűnik. Rohanok hozzád. Jaj, akkora vihar. De mögött nem volt semmi. Azt nem tudjuk kinyitni. Hallom már, ahogy bent valaki nyög. Igen. Megjöttem! Hello! Jaj, ez lámpa kell. Igen, én ezért örülök annak a fejlámpának, amit adtál, mert ezzel így mindenhova tudok menni normálisan. A első questek egyike volt, amikor azt vettem. Mhm. Uh-huh. És nem tudtam rárakni, mert mindig olyan cuccai voltak, hogy nem lehetett. Mi az Isten fasz az? Nem tetszik ez a hang. Ez mond, hogy tőled jön. Hát úgy szó, az ott úgy ki... Az úgy kint van, jött. Kint van egy madár. Nem, itt is van! A madár. Itt is van, mögötted. Ja, de nem már madár. Mögötted. Ez a madárnak milyen a hangja. Madár? Hát az a hang, semmi. Amit hallasz, az egy madár, ami kint baszoktat mindent. Ja, gondolom olyan, ami engem az igen. A sas, ami kettővel is ismerkedtem. Csőrike. Jaj, vagy. Na jó, lámpa. Naj, bazd meg, ez ilyen egy lövetű szar. Kimegyek, lelövöm azt a madarat. Jó. Amúgy végül, amikor már úgy eltalálod, nem volt nehéz, tehát hamar megdöglött. Azért az, hogy egy sotival... Azt remélem látta a chat, hogy sotival így rálőttem, és így nem érdekelte. Szerintem azért az vad. Ezt így nem értettem, hogy így ez így hogy, de... Viszont, állj meg, ezt odadom, mielőtt kitanulom még egyszer. Jó, várjál, ezt én is eldobom. Na hát ezt most... Ja, jó. Azt hittem egymásra dobtuk. Nem. Ja, first kit, aha. De én nem de is nem. Kaptam ja, de itt van. Kés kapt. Igen, igen, kés. Igen, csak izét kerestem. Könyvet. Na vagy meg, ide be kell vernünk magunkat, azt most mondom. Ök, jövök. Szia, Martin. Na, hát ja. Van 7000 HP, de hogy oda úgy, várjál, nem lehet másik irányból bemenni? Várjál. És ha ő üti? Az is jó, az mindenféleképpen jó, ha ő üti. Várjál, nem ja, tudom, megnézem, hogy... Nem ütöm. Nézem, hogy másik irányból be lehet-e oda menni. Mert ott van Fetlu. Jó, addig a mögötte levő tölöm. Találtam neked egy ötös axot. Jöhet. Látod? Tehát nem megtartom magamnak, azonnal adom neked. Már az van. Nem, látom ám, hogy neked hatos van, látom. Lehet, hogy egy hatos találtam. Gondolom.
Én addig egy a csáján mögött megölöm a többit. Egy.